12 órás programot hirdetett Gyurcsány Ferenc a kampányítóján. Van benne elszámoltatás, törvénymódosítás, fizetésemelés. Vendégünk a DK kampányfőnöke Molnár Csaba. Börtönbe küldeni az LMP miniszterelnök jelöltje a Fidesz kormányt. Szerinte a következő évtizedekről döntünk áprilisban. A stúdióban Szél Bernadett. Én pedig Rónai Egon vagyok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ez az egyenes beszéd, amelyet Molnár Csabával, a DK alelnökével kezdünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 12 óra alatt lendbe lehet hozni egy ország dolgait, ahogy Gyurcsány Ferenc ezt megígérte az évértékelő egyúttal pártkongresszuson? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy ezzel kezdjük. Ja, nagyon sokan tudják, az ATV nézői is, hiszen ezerszer beszéltünk róla, hogy a DK-nak van egy Sokak Magyarországa című programja, ami több mint 800 konkrét intézkedést tartalmaz, amit meg kell csinálni a 4 év alatt. Ugye ezt az ellenzéki pártok közül elsőként 2 évvel ezelőtt alkottuk meg, ezt a nagyon részletes kormányprogram mélységű programunkat, mondom, több mint 800 intézkedéssel. Most a kampányítónkon csak azt mondtuk, hogy ebből a 4 évből, aminek ugye rengeteg napja van, most nem tudom felszorozni, hogy mennyi, mi csinálunk a legeslegelső napon, mivel indítjuk a kormányzást. De lesz második nap, lesz harmadik nap, nyilván ez lesz az első napi lista. Ez a legfontosabb, akkor ezt így értsük? Két alapon válogattuk ki ezt a 12 órányi dolgot. Az egyik az, hogy ezek között vannak a legeslegfontosabb dolgok, nyilván több is van, de hát nem fér bele egy napba több. A másik pedig az, hogy azon az alapon is válogattunk, hogy mi az, amit meg is lehet csinálni. Mert nem lehet olyat ígérni, amit nem lehet megcsinálni, ezért aztán ezek csupa olyan pontok, amik nagyon elő vannak készítve, aminek a parlament elé benyújtandó és még aznap gyorsan elfogadandó szövege, az már ki van dolgozva. És amely egyeztetve van a többi lehetséges, leendő szövetségessel? Ez mindig a DK-nek az ajánlata. Ugyanez a helyzet a Sokak Magyarországa program kapcsán is, az a mi ajánlatunk, de Gyurcsány Ferenc külön beszélt erről a kampányító beszédében, hogy koalíciós kormányzásra készülünk. Nyilván a koalíciós tárgyalásokon ez majd finomodni fog. Mi a DK részéről ezt tesszük be a közösbe. Na nézzük akkor meg. Polt Péter legfőbb ügyész leváltása. Bemegy Gyurcsány Ferenc a hivatalba, a kávét még kézbe se vette, de már intézkedett, ez az első pont, Polt Pétert leváltani. Hogyan? 12 évre betonozták be. Na, nagyon tudtam, hogy ezt fogja kérdezni. Hát mert logikus, nyilván ez hát nagyon dobja magát. Amíg szakpolitikai intézkedések, az ott már könnyű lenne erre a válasz, mert azt mondjuk, hogy előkészítettek a törvényt és benyújtjuk. Itt ennél a pontnál ott van két dolog, hogy nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez rögtön, mert onnantól kezdve már nem nagyon számít, hogy mit csinál nálunk az ügyészség, akkor már nem tudja megvédeni az uniós pénzeket ellopó bűnözőket, ha csatlakozunk az Európai Uniós Ügyészséghez. Azonnal felállítunk egy különleges ügyészi hivatalt. Ez a második dolog már elveszi Polt Péternek a munkáját. Mert ez azt fölé helyezik a legfőbb ügyészség. Mert azt fogjuk mondani, hogy a különleges ügyészi hivatal a politikusok által elkövetett bűncselekményeket fogja vizsgálni. Tehát ezzel a két intézkedéssel, az Európai Ügyészséggel, amivel már megoldjuk az Európai Uniós pénzek ellopásának a nyomozását, a különleges ügyészi hivatal, amivel megoldjuk a politikusok és a környezetük bűncselekmények a megoldását, tulajdonképpen Polt Péterre nem fog más maradni, mint a tyúkpere. Ehhez nem kell törvényt módosítani? De ezt viszont befogjuk. Mert ez ugye kormányhatározatként hangzik most. Ez minden törvény. Ugye az első napon ezt benyújtjuk a parlamenthez, és sürgősségi eljárásban le is tárgyaljuk, és el is fogadjuk. Tehát magyarán szóval Polt Péternek nem maradnak mások már, mint a tyúkperek, de őszintén szóval én a tyúkpereket sem bíznám már Polt Péterre. De az, hogy hogyan távolítjuk el, azt majd akkor fogjuk elmondani. Nem szeretném, hogy erre felkészülne Megvan Polt a forma? Péter. Egészen pontosan. Olyan frappáns javaslatot mondtak erre az általunk felkért jogászok, ami minket is meglepett, hogy ez milyen egyszerű. És Polt Pétert is meglepi majd, mit gondolom? Nagyon remélem. Nagyon remélem. Másfélszeres bérebelés, gondolom ez nagyon sokaknak felcsillantja a szemét, orvosoknak és ápolóknak. Majd CT és MR készülékekről is beszélhetünk pár mondatot, MR készülékekről. A másfélszeres bérebelés. Miközben arról beszél folyamatosan a kormányzat, hogy ezt ők maguk is megtették, és 200 000-ről 700 000-re emelték az orvosok pénzét. Ez megold bármit? Ez a 700 000 sem oldott meg semmit, ha igaza van a kormánynak. Mi ugye azt mondjuk, mert ugye nincs ebben a 12 órás programban új, ezeket mind a részletesen kidolgozott Sokak Magyarországa programból vettük ki, hogy teljesen maga választási javaslata, ígéret a DK-nak úgy szól, hogy első lépésben másfélszeresére, és utána néhány éven belül a duplájára emeljük. Azért vettük most a másfélszeresét, mert nyilván azt lehet a legeslegelején. Ezt a néhány évet ezt úgy lehet érteni, hogy egy ciklus
cikluson belül? E cikluson belül pedig a duplájára emeljük. Ugye 10 éven belül háromszorosára, konkrétan ez van a DK-nak a programjában, de ugye azt vettük ki belőle, ami a legeslegelső lépés. Nézze, ha Magyarországon érdemi béremelés lett volna orvosoknál, ápolóknál, akkor most nem az lenne, hogy elmenekülnek az országból, hogy naponta 2 orvos hagyja el az országot, hogy legutoljára valamelyik kórháznak a folyosóján várakozva a sürgősség osztályon meghalt egy beteg, mert egész egyszerűen nem volt orvos, aki ellássa. Nem történt érdemi egészségügyi béremelés Magyarországon. Ezért aztán bár igaz, hogy hosszú távon háromszorosára fogjuk emelni, de azonnal másfélszeresére, mert az első lépést meg kell tenni az első napon. Volt itt a béremeléssel kapcsolatos ígéretük, a managerforum.hu találta meg, hogy ez így nem stimmel, ahogy ez elhangzott, mert hogy ugye Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hogy új bérmegállapodást kezdeményeznek annak érdekében, hogy a minimálbér érje el a mindenkori létminimumot, és folyamatosan növekedjen a dolgozó bére. Ez utóbbi kívánatos, ezzel nyilván nincsen semmi baj. Azzal van a gond, hogy jelenleg úgy számolnak, hogy 88.619 forint a létminimum, és bruttó 138.000 forint a minimálbér, ez 91.700 forint. Tehát ma a minimálbér több hivatalosan, mint a létminimum. Én borzasztóan meglep, hogy aki ezt a cikket írta, az úgy tette meg ezt, hogy nem hallgatta meg ezek szerint, hogy mit mond Gyurcsány Ferenc. Mert Gyurcsány Ferenc nem ezt mondta. Azt mondta, hogy törvényben garantáljuk, hogy a létminimum, a minimálbér érje el a mindenkori létminimumot. Ez ugyanis két dolgot jelent. De hát ez most is adott. Nem, mert nem törvényben garantálják. Hát a minimálbér viszont törvény. Az történt most, akkor elmondom, hogy mit mond a Gyurcsány Ferenc a valóságban, mert ezek szerint ez a menedzserfórumos hölgy vagy úr, aki ezt írt, ezt nem hallgatta meg. Gyurcsány Ferenc két dologra utalt. Az egyik az, hogy ma ez nem más, mint egy választási ígérgetés, amit a Fidesz megcsinált, mint ahogy a Erzsébet utalványokat gyorsan odaadta a nyugdíjasoknak, de ez nincsen törvénybe foglalva, vagyis nincsen garancia arra, hogy ez így is marad. Ez az egyik fele, de a másik talán még ennél is fontosabb. Hát a minimál bérről van bérmegállapodás. De a létminimum nincsen benne, ezt akartam mondani. A létminimumot hivatalosan, hogy a KSH ugyanis most a KSH nem így igaz. A KSH megszüntette a létminimumnak a számolását, pontosan azért, hogy ne tudjuk, hogy Magyarországon mi az a minimum összeg, amiből meg lehetne élni. Mikor Gyurcsány Ferenc a beszédében törvényi garanciáról beszélt, két dolgot mondott. Egyrészt törvényben garantáljuk, hogy érje el, vagyis nem csak arról van szó, hogy egy egyszeri juttatás, másrészt pedig törvényben mondjuk ki, hogy ki kell számolni a KSH-nak minden évben, rendszeresen ki kell számolni a létminimumot, ráadásul egy előre meghatározott metodikát szerint fontos kell csinálni, hogy ne csaljanak. Van itt még egy dolog, amiről muszáj nem beszélnünk. Nem volt pontatlanság a szövegben, legfeljebb nem idézték jól. Jó. Elfogadom azzal a kitétellel, hogy most is van bérmegállapodás, tehát a minimálbér az most is egy bérmegállapodásban szabályozott. Ingyenessé teszik az alapvető áram, víz és gáz használatot. Pont. A sajtó egy részének, nem fogom cizelálni, hogy a kormány sajtó egy részének nagyjából ennyi jött át a történet, hogy Gyurcsány Ferenc ingyenesé teszi még a rezsit is. Nyilván nem ezt ígéri. Nyilván. Hogy szól az ígéret? Ugye ebben semmi újdonság nincsen. 2015. május 1-én fogalmazta meg a DK ezt a választási ígéretét, vagyis körülbelül 3 évvel ezelőtt. Ez az egyik legrégebbi, még a Sokak Magyarországa programot megelőzően elmondott ígéretünk, ami egyébként úgy szól, hogy a megélhetéshez szükséges minimumellátást, azt mindenki számára állampolgári joggá tesszük. Egy pici villany, egy pici gáz, egy pici fűtés, ami mindenki számára ingyenes, és mert hogy ne legyen az, hogy valaki egyáltalán nem tud fizetni, és nincs otthon egy lámpa, ami világít a konyhában, nincs egy pici fűtés, és ezért megfagynak, és utána pedig, itt szól a választási vállalásunk második fele, utána pedig sávosan emelkedik. Vagyis, hogy kevesebbet kell fizetni a kevesebbet kereső szegényeknek, és arányaiban a leggazdagabbaknak többet kell fizetni. Mi azt mondjuk, hogy a sok-sok sáv közül a legeslegalsó sáv, az a lét fenntartáshoz szükséges legkevesebb, az legyen ingyenes. Egyébként sokat nevettünk rajta, hogy akkoriban mindenféle kommunisztikus szövegekkel vádolták a DK-t, hogy Jézus Mária, minden ingyenes. Nem akkoriban, erre most is megjött ez a komment. Tudja, hogy hol működik ez a szabály jelenleg a világon, az én tudásom szerint két helyen? Az egyik az a kapitalizmus fellegvárának számító Kaliforniában, van egy ilyen szabály, és Belgiumban. Európa egy szintén hagyományos polgári országában. Ennek semmi köze nincsen valami szélsőséges populizmushoz, hogyha a igazi piaci alapon működő Kalifornia, ami azért nem arról híres, hogy nagyon sok szegény ember lakja, meg tudja hozni ezt a döntést, akkor miért tenni ezt meg Magyarország is? Családi ez putlik. Szinte semmibe nem kerül. Ez nagyon kevés pénzbe kerül. Fontos a családi putlik emelése egyrészt, mert ez a kormányzat most
évek óta nem emeli, hosszú évek óta. Másrészt ugye egy ideológia is tartozik hozzá, hogy csak a munka alapú jövedelmet fogadja el az Orbán kormány legitim jövedelemnek. A családi pótlék nem ilyen, ugye az azért jár, mert az embernek családja, gyermeke van. Önök 30%-ot igének, van párt, amelyik rögtön 50-et. Van ebben verseny? Mi verseny nincsen, mert nyilván mi úgy számoltuk ki ezeket, hogy mi az a teherbíró képesség, amit ki tudunk ebbe fizetni. Bár mi is azt mondjuk, hogy 30% mindenkinek, de a gyermeküket egyedül növeléknél ott 50%. Tehát ez a teljes pont. Ezt muszáj megcsinálni két egyszerű, szerintem fontos elvi okból. Az egyik az az, hogy minden gyermek egyforma. Nem lehet a szülők gazdagsága szerint különbséget tenni közöttük. Tehát valamilyen szinten kell adni a gyerekeknek, akkor is, ha szegény a szülő, meg akkor is, hogyha gazdag a szülő, de van a másik fele is. Nem lehet ezt munkajövedelemként felfogni, ahogy Orbánék mondják, mert ők csak statisztikai alapon szüntették meg Magyarországon a munkanélküliséget, azzal, hogy a közmunkába tereltek embereket, vagy az, hogy a statisztikai adatgyűjtésbe bevették a külföldön dolgozókat, akiknek semmi közük nincsen a van itt még valami, amellett egy csomó minden van még, amiről érdemes lenne beszélni, de majd máskor a 18 évre emelt tankötelezettségtől az egyházakkal kapcsolatos elképzeléseikig. De nyugdíjkorrekció. De zárra alá veszik a fideszes oligarchák vagyonát, ígérte Gyurcsány Ferenc, és abból kárpótolják az Orbán rendszer kárvallottjait. Ez így jogilag elég zűrösnek tűnik, de ez az ön szakmája. Hogyan lesz ez? Az Orbán kormány egy olyan, és most vegye csupa idézőjelbe, innovációt követett el az elmúlt pár évben a lopás terén, hogy mi korábban a korrupció az úgy működött, persze jóval kisebben, hogy a törvényeket áthágva bűncselekményeket követtek el emberek, most úgy történik az elmúlt pár évben, hogy törvényeket hoznak erre. Vagyis nem rendszer hiba a korrupció, hanem a rendszer része a korrupció. Mi erre egész egyszerűen azt a borzasztó könnyű és egyszerű szabályt mondjuk. Ha törvénnyel lehetett lopni, vagyis nem a törvény megszegésével lop a Fidesz, hanem törvénnyel lop. Ha törvénnyel lehet lopni, akkor törvénnyel vissza is lehet venni. De hol van mi ezt a határa? És ki fogja megmondani, hogy mit vesznek vissza, és kitől, és milyen alapon? Nézze, én biztos vagyok benne, hogy a törvénnyel lopásnak vannak nagyon egyszerű, mindenki által elismert formái Magyarországon. Kaszinó koncesszió, törvénnyel történő lopás, a trafikok, ezek mind-mind törvénnyel történő lopások voltak. Ezeket egész egyszerűen meg kell szüntetni rögtön az első napon. Vagyis nem arról van szó, hogy itt bírósági eljárásban felgöngyölítenek bűncselekményeket, mert itt ugye a szó eredeti értelmében nem bűncselekmény történt, hanem úgy módosították a törvényeket, hogy ne tűnjön bűncselekménynek. Rémülten hallgatom azt, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a trafikokat visszaveszik azoktól az emberektől is, akik mondjuk egy tisztességes pályázaton teljesen korrekt módon elnyerték a trafik pályázatot? Semmiféle tisztességes pályázat nem volt. Önök pontosan tudja. Lehet, hogy volna tisztességes Malátja. Emberek, akik nyertek, de a pályázat nem volt tisztességes, ugye pontosan tudjuk, mert hangfelvétel derült ki róla. De nem mindenről van hangfelvétel, hogy a szexárdi történet a hangfelvétel. Másrészt, hogy helyi Fidesz fűnyíró alapon elvágólag mindenkitől? A trafikügyben borzasztó egyszerűen fogunk lépni, újra pályáztatjuk a teljes trafik történetet, mindegyiket. És aki tisztességesen nyert, aki nem politikai kapcsolatokkal nyert, az folytathatja majd. De újra fogjuk pályáztatni az elejétől kezdve. Nem Na, ez lehet, így már egy árnyalattal nem jobban lehet otthagyni. Nem lehet otthagyni ezt az irdatlan mennyiségű lopott pénzt a Fidesz környékén. Az egész egyszerűen igazságtalan lenne. Mi ugye ebben egy másik oldalt is mondtunk, nem egyszerűen elvesszük ezt a pénzt, hanem egy nemzeti kárpótlási alapot hozunk létre, és abból kárpótolunk sok-sok embert, aki viszont a Fidesz kormány miatt veszített el mondjuk a köztisztviselői állását. A Fidesz kormány miatt veszített el például a trafikját, mert korábban... tudja, mindenkinél egyenként kell majd megvizsgálni. Így igaz. Ehhez a nemzeti kárpótlási alaphoz minden károsult pályázhat. Olyan egyszerű a történet. Mészáros Lőrinctől elvesszük a lopott pénzt, és odaadjuk azoknak. Hát az se egyszerű, mert aki... ő is azt fogja mondani, hogy ő pályázott és nyert. Gratulálok neki. Nem fogja megúszni, higgy el neki. Na hát ezt folytatnunk kell majd szerintem ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.